A kordonokkal lezárt utcák helyett végül más útvonalon vonultak a Budapest Pride résztvevői. A Kossuth térről nem a Hősök terére, hanem a Várkert bazárhoz mentek. Több helyen is ellentüntetők jelentek meg, végig nagyon sok volt a rendőr. Azért választottak más útvonalat, mert a szervezők szerint a kordonokkal korlátozzák a gyülekezéshez való jogukat. A Várkert bazárnál már ott van tudósítónk, Huider Zoltán. Szervusz, mi történik most? Sziasztok, jó estét kívánok! Lassan-lassan érkezik a tömeg vége ide a Várkert bazárhoz, valóban más útvonalon, ahogy említettétek, a Lánchídon keresztül érkezett a felvonuláson résztvevők tömege. 7000 embert vártak egyébként erre a Pride-ra, de úgy tudjuk, hogy legalább olyan 5000-en jöttek el. A Kossuth térről egy darabig a meghirdetett útvonalon vonultak, de aztán nem balra, hanem jobbra kanyarodtak el. Meg is mutatjuk, hogy ért ide a Várkert bazár teli a 2017-es Pride menetet. Délután 3 óra a gyülekezés. Ezt az egyetlen dolgot lehetett biztosan tudni az idei felvonulásról, meg azt, hogy nem vonulnak majd kordonok között, de hogy merre mennek és hogy bontanak-e kordont, azt senki nem tudta. A rendőrség teljesen lezárta a Kossuth teret, a résztvevőket több beengedő kapunál vizsgálták át, utána léphettek be a teljesen kiürített térre. A kordonon kívül a metró bejáratánál 50 ellentüntető demonstrált, csöndben, olyan transzparensekkel, hogy szégyen. Vagy a házasság Magyarországon egy nő és egy férfi szövetsége, nyugodjatok bele. Az első felszólalónál telt meg a Kossuth tér. Schilling Árpád rendező arról beszélt, hogy mindenkinek joga van a boldogsághoz, ezért van most itt ennyi ember. Arra kérte a tömeget, hogy biztassák azokat, akik nem mertek még kiállni másságukkal a világ elé. Együtt vagyunk! Közös az országunk! Ti értetek is vagyunk itt! Majd egy édesanya beszélt, aki úgy kezdte, anya vagyok, akinek a lánya leszbikus. Van egy álmom, hogy a lányom és a barátnője összeházasodjon. És együtt... De mindenki arra várt, mikor derül ki végre, hogy merre indulhatnak. Egyet tudtak, nem az eredeti úton, nem a kordonok között. Ami ellen fellépünk, az a bezártság, a félelem, a megalkuvás, a hallgatásra kényszerülés, ami a hétköznapjaink része, és amit most a kordonok szimbolizálnak. Végül kiderült, a Lánchídon átmennek a Várkert bazárhoz. Ezt be is jelentették a rendőrségnek. A BRFK közleményt adott ki. Eszerint a Pride szervezői lemondtak a biztonságról. A tömeg eleje el is indult rögtön. Zenére vonultak háborítatlanul, egészen a Lánchídig. Ott szembe találták magukat néhány ellentüntetővel. Pár percig farkasszemet néztek, de a rendőrök elzavarták a fekete ruhás férfiakat a hídról. Sok cég eddig is támogatta a Pride-ot és vonult is a résztvevőkkel végig. Idén először 100 cégvezető közösen vesz részt a Budapest Pride-on. Így állnak ki azért, hogy mindenkit csak a tettei alapján ítéljenek meg. Ismert világmárkák és magyar vállalkozások vezetői is csatlakoztak a felhíváshoz. Egy munkavállaló magát tudja adni a munkahelyén, nem kell hazudnia, nem kell az énének egy részét letagadnia, akkor sokkal szabadabban fog hozzáadni a cég értékeihez, és sokkal több terméket, vagy sokkal több értéket fog teremteni. A felvonuláson idén, 8 év után először nincsenek kordonok, de így is több száz rendőr vigyáz a menetre. És ismét kapcsoljuk tudósítónkat. Zoli, mekkora volt a rendőri készültség? Jó estét kívánok újra! Az első helyszín, ahol találkozhattak az ellentüntetőkkel a Pride résztvevői, az a Kossuth tér, illetve a Kossuth tér környéke lett. Az egyik beléptető kapunál, az egyik beléptető pontnál kiabáltak nék az ellentüntetők. Már ott is nagyon sok rendőr volt, folyamatosan nagyon sok egyenruhást lehet látni, nagyon sok autóval, illetve gépjárművel is érkeztek az egyenruhások. És a kordonokat valóban, ahogy kérték a tüntetés szervezői, bizonyos helyeken lebontották. Ott viszont a kordonok helyett rendőr sorfal állt. Talán látszik mögöttem, vagy az előbb látszott már mögöttem, hogy kis csoportokba rendőri járőrök, illetve készenléti rendőrök kísérték végig a tömeget, és jöttek velük. Ahol kellett, ott az útkereszteződésekben elállták az esetleges betévedők elől az utat, de nem akart senki sem betévedni. Mint ahogy korábban elhangzott már, ugye az első helyszín a Kossuth tér sarkán volt, ahol találkozhattak a Pride résztvevői az ellenzőkkel, aztán később a József Attila utca környékén, illetve a Lánchídnál próbálták őket megzavarni, a menetet megzavarni, de a rendőrök mindenütt intézkedtek, illetve nem engedték, hogy zavarják a felvonulást. Ugye, Zoltán, köszönjük szépen!